A Kortárs Magyar Galéria aktuális kiállítása Lőrinc Zsuzsa fényszövő című tárlatát kínálja. A Vermes villában látható alkotások a pozsonyi származású, már hosszú ideje Prágában élő festőművész, grafikus és illusztrátor egész eddigi életművét megidézik. Munkásságát méltatta a vele több évtizedes barátságot ápoló Luzsica Lajos Árpád festőművész, kiemelve két kedvenc városát, a már említett Pozsont és Prágát. Tóth László költő is szólt az egybegyűltekhez. Úgy fogalmazott, hogy a kiállított tárgyakat szemlélve a látogató azt érzékeli, hogy bármi is kerül Zsuzsa keze ügyébe, minden rögtön dialógusba lép vele. A rendezvényen közreműködött Lőrinc Zsuzsa féltestvére, Dráfi Mátyás Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, valamint Németh Imre énekművész. A Dunaszerdahelyi Ravasz József mindennapi verskenyér című könyvét a Vámbéri Irodalmi Estek keretében mutatták be a Teltházas Country Pubban. A kötet szerkesztője Tamási Orosz János elmondta, hogy az első rész 40 év munkásságát tekinti át. Ravasz művei dialógusok a jelennel, az emlékezettel és a jövővel, mindezt a Csallóköz arculatának változásait figyelemmel kísérve. Romaként a diszkrimináció elleni küzdelmet magától értetődő természetességgel érzékelteti. A kötet második része egy nagyszabású vállalkozás lenyomata, hiszen néhány éve azt a célt tűzte ki maga elé, hogy minden nap ír legalább egy verset. Az est főszereplőjével, aki novemberben ünnepli 75. születésnapját, a rendezvény moderátora Bétót Katalin beszélgetett származásáról, verseiről és a szerelemről. Az Életem estje Rütkó túl minden határon című teltházas rendezvény főszereplője a Floridából két hónapra hazatérő újságíró, író és riporter Vujt Rütkó volt. A Dunaszerdahelyi Kultúrház egy több mint 50 rendezvényből álló előadás sorozat első helyszínéül szolgált. Az Életem estje cím azt jelentette, hogy Rütkó ezúttal a saját maga igaz történetét mondta el. Rövid videók által felesége és három fia is megszólalt. Egy beteg fiatal lányról szintén szó esett, akinek Trütko volt a példaképe, és aki az ő kezei között halt meg. A riporter meglepetésként díjjal jutalmazta a nézőtéren helyet foglaló amerikai szomszédját, aki komoly összeget ajánlott fel magyarországi gyerekek amerikai taníttatására. A magát 100% magyar, 100% horvátként meghatározott Trütko a magyar identitás vállalására buzdította a közönséget.